Nézzétek csak, milyen elegáns menedzserbe vágtam magam, hát. Gyerekek, ez az ing minimum 250 like. Sőt, felcsapok mellé még egy poros 3D szemüveget. Hát ez így már 300 szerintem most azonnal. Na de a viccet félretéve üldözök mindenkit. Mostanában ugye már párszor láthatatok OSMS képet, ugye kiraktam a közösség oldalára és sokan írtátok, hogy legyen videó, szóval el is érkeztünk az első OSMS videóhoz a csatornán. Javaslom, hogy aki esetleg még nem ismeri a játékot, mindenképpen maradjon itt, ugyanis egy próbát megér, hogy megnézzétek, aki pedig ismeri, ő már tudja, hogy egy nagyon jó kis játék. Itt láthatjátok, hölgyek, urak, az első fő profilomat, láthatjátok azt, hogy ugye az Arsenallal, illetve a Liverpoollal a győztesek kupájában vagyok, ide azért kerültem be, mivel már kiposztoltam azt, hogy ugye az Arsenallal is bajnok lettem, és a Liverpoollal is bajnok lettem. Azt mondom, hogy akkor nézzük meg itt először az Arsenallal, mi a helyzet. Ez még sokára fog kezdődni, ez 3 nap múlva, viszont megmutatom, hogy milyen csapatom van. Igazából egy ilyen kis nagyon lájtos csapat. Itt tényleg nem feküdtem rá annyira a csapatba a bajnokság folyamán, ugyanis elég simán vezettem mindig ilyen 10-7 ponttal vezettem folyamatosan a bajnokságot, de edzésekkel még azért egy-két játékos, például Kokét is szerintem fel tudom húzni 100-asra. Hát igazából a csoportban Monaco, a Napoli, illetve Real Madrid lesz az ellenfelünk. Kukkantjuk meg, hogy milyen csapataik vannak. Hát igen, ez a Real Madrid, ez egy kicsit talán jobb, mint a miénk. Nézzük meg ezt a Napolit. Fú, hát mindenképpen nehéz lesz. Habár, ha mondjuk itt egy Alisson sérülés vagy eltiltás történik, akkor eléggé bajba lesz kapus poszton. Na mindegy. És akkor nézzük meg ezt a Monakót, aki valószínűleg nagyon ütős lesz. Igen, éreztem, hogyha Franciaország bajnok lett, akkor nagyon erős csapata van. Hát nézzétek meg ezt a csatársort, igazából mindent elárul. Én ezzel a taktikával lettem bajnok. Passzolgatós játék, ugye a csatárok csak támadnak, középpályások segítik őket, és a védők pedig mélyen védekeznek, zónavédekezés és les taktika, illetve nem tudom, hogy itt látjátok-e, 73-ason van a pressing, 62-esen a style, azaz pont attacking, illetve a tempó pedig 73-ason high speed passing, illetve a szereléseket pedig mindig a bíróhoz igazítom. Például most nézzétek meg, a következő játékvezetőnk nagyon agresszív lesz, szóval a szereléseinket le kell venni nagyon-nagyon óvatosra. El is küldtük igazából a játékosaikat edzeni, és itt nagyon már más nem tudunk csinálni. Hoppa-hoppa, viszont itt a Liverpool-al már kezdődni is fog a meccsünk 6 óra múlva. Gyorsan nézzük meg, hogy a bíróhoz van állítva a taktikánk. Igen, igen, de itt azért már egy fokkal jobb a csapatunk. Láthatjátok, hogy azért itt tényleg oda koncentráltam, ugyanis eléggé szoros volt a bajnokság. Védelemben 3 darab 100-as játékosunk van, de szerintem ez most fel fog ugrani 4-re. Nem, pont nem. Még Martinez pont nem lesz 100-as, viszont Busquets 100-as lett. Nagyon örök neki, illetve Neuer is már 99-es ez tényleg nagyon jó. Na tegyük össze a kezdőt, akkor Cristiano Ronaldo szépen jöhet nekünk ide bal szélsőnek. Davis természetesen jön be bal szélső védőnek, akkor Martinez jön be ide, Cuadrado oké, és Busquetset fogjuk még ide vetenni. Tudom, hogy nem ez a posztja, viszont egy 100-as játékost nem fogok a padon hagyni, és jön nekünk kedves Oblak a kapuba. Hát ezzel a csapattal fogunk nekivágni a mérkőzésnek ma este. Nézzük meg, hogy milyen lesz az ellenfél csapata. Középpálya meg a védelm nagyon erős, talán a támadó szekció az, ahol egy kicsit gyengébb az enyémhez képest, de mindenképpen egy szoros meccs lesz, reménykedem egy győzelemben. Én még egyébként nem voltam ilyen győztesek kupájában, ugyanis most értem vissza a játékba, meg is mutatom nektek a profilomat, hogy mióta visszatértem azóta eléggé jól megy, 3x3 bajnoki cím, a Fradival még a kupát is megnyertem, úgyhogy remélem, hogy itt a győztesek kupájában is jól fogok szerepelni. Illetve feltűnhetett nektek, hogy mik ezek a no-name ligák, Andorra, illetve Örményország. Elkezdtem egy olyan taktikát, hogy ilyen nagyon-nagyon kicsi ligákba megyek, és egy eléggé rossz csapatból megpróbálok felépíteni egy nagyon-nagyon jót, majd a másik profilomon láthatjátok is, hogy van egy olyan csapat, egy marokkói csapat, ahol nagyon jól sikerült. Na nézzük, hogy az andorrai ligában sikerült a győzelmet aratnunk, egy nagyon sima 4-0-ás mérkőzés, így is van, ezt így kell csinálni. Hát ez a bajnokság ezőm eléggé jól áll, láthatjátok, hogy 5 forduló után 6 ponttal vezetjük a bajnokságot.
és még gólt sem kaptunk, úgyhogy ha minden jól megy, akkor ezt a bajnokságot illene nekünk behúzni. Igazából ezzel a kezdővel veretem itt a bajnokságban, most van 5 milliónk, szóval valakit igazolhatunk. Talán nem is tudom, kit kéne, szerintem egy középpályást kéne mindenképpen most igazolni. Megvásároljuk szépen 1,6 millióért Onát, így is van. Illetve itt eléggé jó áron adnak egy 67-es belsővédőt, jobb szélső védőt, őt is leigazoltuk. Hát ezzel a csapattal fogunk majd belevágni a következő fordulóba. A posztoknál van egy kis kavarodás, de nem hiszem, hogy itt problémának kell lennie. És az utolsó csapatom ezen a profilon az egy örmény ligába való csapat, akivel most kezdődött el a bajnokság. Na nézzük, első forduló, sima győzelemnek kell lennie. 4-0, így is van. Egy igazolást itt is végrehajtunk, veszünk egy jobb szélsőt igazából. Jelenleg így néz ki a csapat, ugye folyamatosan adom, veszem a játékosokat, remélhetőleg a szezon végére tudunk egy minimum, mindenki legyen 70-es, az a cél, 72-73-as, ez menni fog valószínűleg. Na most például ezt a védőnket, aki 66-os, el fogjuk adni 2,8 millióért, mert jött rá egy ajánlat, és venni fogunk helyette egy 68-asat 2,7 millióért, szóval ingyen fejlesztettünk 2 darab értékelést, így kell kereskedni. Bam. Átugrottam a másik profilomra, és itt már az iráni csapatomhoz be is csatlakoztunk, ahol egy menedzser ellen játszunk. Nagyon-nagyon fontos mérkőzés, 2-0-ás győzelem, köszönöm szépen. Ingyen 3 pontokat osztogatnak nekem. Itt, ha jól tudom, még nem vezetem a bajnokságot talán, de most már vezetem, nagyon vad. Ugyanis döntetlent játszott ez a Germes Posán, aki a második helyen van. És van 17 milliónk, szóval tudunk nagyon jó játékosokat igazolni. Nézzétek, most jelenleg ez a kezdőm. Azért egy Matip, meg Joris, meg ilyenek befigyelnek. Bolasie, Paulinho. Na nézzük, hogy ki fog csatlakozni most ennyi pénzé. Hát nem lesz nagy szintlépés, viszont muszáj vagyok igazolni egy szélső támadót, ugyanis nincsen. Mostani pedig el van fáradva, szóval el kell költeni rá közel 5 milliót, nem baj. És akkor jöjjön még mondjuk Lucas Lima, egy 77-es szam. Köszöntük szépen. Így néz ki most jelenleg a csapatunk, ugye itt is folyamatosan kereskedek a játékosokkal, adok-veszek. A taktika pedig szerintem nagyjából minden csapatnál ugyanaz a taktika, mint ja, itt szélső játék annyi a különbség, de egyébként láthatjátok, hogy minden más ugyanaz. Egyedül a szerelésen váltakozik mindig a bírótól függően. Például a következő meccsen, hát ilyen nem agresszív, de nem is nyugodt bíró lesz, szóval szépen normálra rakjuk magunkat. És most jövünk ahhoz a csapatomhoz, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Marokkói Liga, várjál, tippelem, hogy mennyi lett, szerintem 3-0-ra nyertünk. 2-0, jól van. Ezt nézzétek meg, tehát, hát a bajnokság valószínűleg megvan, ugyanis 24 ponttal vezetem. Egy gólt kaptam egész bajnokság alatt, és 88-at lőttem, 50-nel többet, mint a második. És ilyen csapatom van a Marokkói Ligában. Bernardo Silva, Cuadrado, Ramos, Van Dijk, Robertson, Ederson, ja itt egy De Bruyne, aki nem játszott, de így is nyertünk, szóval Danny Ings a padon, erre büszke vagyok, itt már nem is igazolok senkit, ezt így meg fogjuk nyerni. Egyébként itt már ugye a bajnokság az megvan, tehát az már matematikailag a miénk, egyedül a kupadöntő, ami még fontos meccs lesz, majd arra pihentetem a játékosokat, és remélhetőleg azt is sikerül behúzni. Nézzétek meg, tehát minden nagyon-nagyon sima győzelem, itt volt egy 1-1-es döntetlen, nem tudom hogyan, itt meg egy 0-0-ás, de azon kívül gólt sem kaptunk. Átcsattanunk az ekvádori ligába, Barcelonához, gyerekek, a Barcelonába vagyok Ekvádorba, na nézzük, Aquas ellen játszottunk, nincsen menedzserük. Na ezt most nem igazán értem, hogy ez hogy jött össze ez a 0-0. Most le is maradtunk egy kicsit itt a bajnokságban. Negyedikek vagyunk, de hát hogyan? Hát nézzétek meg, itt is egész jó csapatunk van. Itt valami nem stimmel. Igazoltam egy középpályás Jordant, illetve egy csatárt, ezzel fogunk belevágni a követ. Ja, de most nézem, hogy itt a védelemben volt a nagy problémát. A 63-as szélső védő volt belső védőben, de ez hogy jött össze? Ah, hogy edzésre küldtem, aha. És nézzük meg az utolsó ligát, itt szintén most kezdődött meg a szezon,
hongkongi bajnokság, kötelező volt nyerni, kötelező, 3-0 ide, 5-0, köszönöm szépen. Itt egyébként ahhoz képest, hogy hongkongi liga, szerintem egész jó kis csapat van, mert nem is emlékszem, annyi csapatom van már, hogy nem nagyon emlékszem, ja, itt még annyira nem sikerült igazolgatni, de itt bőven van játékos, akit el lehet adni. Igazából 3 új igazolás történt, egy csatár, egy cam, illetve egy belső védőt igazoltam. Így meg kell nyerni ezt a bajnokságot, csak kötelező. Na viszont, hölgyek, urak, én úgy érzem, hogy nagyjából bemutogattam itt nektek a dolgokat. Tényleg, hogyha lesz még rá igény, akkor mindenféleképpen fogunk még videókat csinálni, hogy hogyan alakul például a győztesek kupája, meg a többi bajnokság, hogy alakul. Egy lájkkal tudjátok jelezni, hogyha szeretnétek még folytatást. Én nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogy megnéztétek. További szép napot mindenkinek, sziasztok!